Soba Robert nyerte a magyar paralimpiai csapat 11. érmét, méghozzá egy ezüstöt a kajakosok KL1-es sérültségi kategóriájában. A kiskörösi sportoló most a vendégem, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Szívből gratulálok, mert azon kívül, hogy ez a 11. érem volt, a magyar para kajak sport első olimpiai érme. Ugye ezt mondhatjuk, hogy ez egy, ez egy történelmi ezüst minden szempontból. Igen, ez, ez az első érem. Most rendeztek legelsőnek parakajak versenyt paralimpián, most mutatkozott be a verseny 200 méteren, 200 méteres És, és hát nagyon örülök neki, hogy sikerült kijutni, nagyon sok munka volt mögötte, és hogy sikerült ezt az eredményt elérnem. Nagyon szoros volt. Abszolút, abszolút. Hű, hát gyakorlatilag ez egészen elképesztő, ez a 45 ezred ugye időben, ami elválasztott az aranyéremtől a lengyel verseny mögött? É, igen, 45 ezred másodperc volt, és ez, 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 ez pár centi volt. Szinte mérhetetlen. Igen, <laughs> Azt egy pillanat volt. Aha. Ott, ott, amikor át átsóhantál a célvonalon, akkor lehetette tudni, hogy mi a helyzet? Nem tudtuk, tehát a, a lengyel versenyzővel egymásra néztünk, és a lengyel versenyzői rám mutatott, én meg rámutattam és nem tudtuk eldönteni, hogy ki, mert olyan pici volt a különbség, és ugye végül megtudtuk, hogy a, a lengyel versenyző nyert, és akkor gratuláltam neki. Fantasztikus. Akkor, akkor volt -e benne csalódottság? Mm, hát akkor egy, egy nagyon pici, mert ugye versenyző vagyok, és törekszek mindig a legjobbra, és mindig próbálom magamból kihozni a leges -legjobbat. Ugye az edzéseken is ez történik. És akkor, akkor van bennem egy ilyen, hogy hát, hú, az a 45 ezred, az de jó lett volna, és ugye tudom is, hogy hol hibáztam, <laughs> de Rajt volt a... egy picikét, nem? beragadós? Igen, igen, a, hát így a bemelegítés végén így az oldalszél egy picit feltámadt és az a legrosszabb. Nagyon instabil tette a hajót. Ez az én kategóriámban, a parasportban mert különösen nehéz, mert lábbal nem tudunk támasztani, mm -hmm. korrigálni és egy álló hajó, van még instabilabb az ember, és hát nehéz hát le, lelassította a reakcióidőt, mert korrigálnom kellett uh -huh. a hajót egyenesbe tartani. Ezt akartam amúgy is egyébként kérdezni, hogy adnak vajon mi lehet szerinted a magyarázata, hogy viszonylag későn került be a para kajak szám az olimpiai programra. Nehéz volt megszervezni a parasportolóknak egyáltalán a vízekerülését, a, a hajókba való bejuttatását, vagy egyszerűen nem volt meg az a nemzetközi erősségű mezőny, akiért érdemes lett volna ilyen valómenű versenyt rendezni? Erről pontosan a, a választ nem tudom, de így hát sejtéseim lehetnek, hogy tényleg ez egy ez egy, egy nehéz sport, tehát a, a fogyatékkal élőknek egy olyan környezetben kell edzeni, amit elsőnek meg kell szeredíteni. Tehát ez egy nagyon szép sport, egy outdoor sport természetben, nem egy medencében, nem egy, egy teremben edzünk, hanem kint, és tehát gyönyörű, de ehhez akadálymentesíteni kell a hajót, tehát egy, egy olyan beülőt kell készíteni, amivel tökéletesen tudjuk az erőt átadni a hajónak, mm -hmm. és még biztonsági szempontoknak is meg kell felelni. Sérülés, vagy esetleg, ha beleborul a, a versenyző a vízbe, akkor ki tudjon jönni, ne fulladjon bele. Mm -hmm. Valóban, akkor úgy tűnik, hogy ezért ez egy rendkívül komplex dolog, és nagyon szépen mondtad ezzel a kifejezés, hogy meg kell szelédíteni a környezetet ahhoz, hogy hogy igazából maga a sport végezhető legyen. Te is kenúval kezdtél, ugye? Ha jól tudom, hanem végül is onnan indult a, a, az irány a kajak felé. Igen, kenúban kezdtem. Az hogy? Az hogy kivitelezhető a te sérüléseddel? Úgy, hogy ez egy ilyen speciális hajó, tehát nem az a rendes kenú, mivel a, az épek versenyeznek, egy hmm. ilyen O-trigger nevezetű hajó, ilyen oldaltámasza hmm. van neki, ezt ilyen tengeri, népek használják ilyen hétköznapi szállító eszköz náluk. Van egy oldals, oldalsú támaszt, ilyen katamarán szerűség, tehát ki van támasztva, uh -huh. és stabilan meg lehet ülni, tehát nem olyan instabil, mint a kajak. Ugye ilyen aszimmetrikus mozgás, a kenu mozgás abban a hajóban, de... Egy, egy abszolút egy oldalas, valóban. Igen, igen, igen de, de tehát úgymond fogyatékkal élve is, tehát könnyebb, könnyebb benne elvez, mint mondjuk egy kajakban, ami instabilabb. Uh -huh. Akkor nagyon nehéz volt a váltás egyébként erről a, erről a mozgáskultúráról, a kajak által megkövetelt mozgásra? Annyira nem, mert a, a Kenuban kitapasztaltam, hogy milyen az én biomechanikai mozgásom, uh -huh. és hogy milyen pontokat kell rögzíteni, és ezt a kajakban jól hasznosítottam. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy akkor viszonylag zöggenőmentes volt ez a fajta igen. átmenet. Aha, igen. értem. Mekkora a konkurencia magyar részről akár? Ő elég ö, erős a magyar mezőny, tehát ö, volt egy szétlövésem is. Hm. Ö, akkor hasonlóan az épek kajakkenú mezőnyéhez, ezek szerint itt, itt nálatok is nagyon komoly küzdelem van, már egyáltalán volt a szerzésért. Ö, igen, igen. Én Duisburgban megszereztem a kvótát, és rá két hétre szétlövésre került a sor, meg kellett küzdeni. Hát akkor, akkor, azt gondolom, hogy egyrészt nagyon szépen beváltottad ennek a kvótának ugye az értékét egy, egy majdnem aranyéremre. Tehát ilyen szempontból nem lehet panasz arra, hogy jól bántál ezzel, a, jól sáfárkodtál ezzel a lehetőséggel. Igen, nekem, tehát ahogy a minél több nap telik, annál szebben ragyog ez az ist már szinte fehér arany, ugye? Igen. <laughs> Igen, vannak olyanok, amelyek, amelyek valóban úgy néznek ki. Most ezen a, a Rio Olimpián is volt ilyen Imre Géza ügyét szoktuk fehér aranynak titulálni a, a jól ismert okok miatt. Mert tovább, ugye egyrészt spintávokról van szó, nyilvánvalóan ez, ez meg is fog maradni. Van-e van, -e, van -e elképzelés vajon a parakajak sportban, hogy a távok hosszabbodjanak, szükség van -e erre egyáltalán, vagy, vagy ezen a távon kell majd mindig megharcolni a, az olimpiai kijutás lehetőségét, hogy látod most? Sok információt hallottam eddig. Hallottam azt is, hogy lehet, hogy behozzák az 500 métert. Hallottam azt is, hogy a Kenut vissza szeretnék hozni, mert a Kenut leszették a paralimpiáról két évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, és lehet, hogy abban is 500 métert is szeretnének, tehát hallottam több verziót, de nagyon tehát változnak a, uh -huh. az információk. Mennyiben nehezítél meg mondjuk a te dolgodat, az, ha azt a versenyszámot is itt célba vennéd, hiszen azért a sprinterek, a sprinter alkat az azért az egy, az egy született, hogy mondjam, adottságot feltételez, olyan típusú izomzatot, olyan fajta robbanékonyságot. 500 méter azért az már, az már ennél jóval komolyabb állóképességi műfaj. Én úgy érzem, hogy állóképességben jól vagyok. Uh -huh. Tehát én úgy érzem, hogy az 500 méter az. Az még az, menne? Az menne, igen. Uh -huh, uh -huh. Szeretném magam kipróbálni egyszer. Jó, hát bízunk benne, hogy akkor ezt a versenyszámot bevezetik, és akkor az esetben akár több versenyszámban is lehet kóta szerzési, sőt, éremszerzési lehetőséged is. 2020-ban Tokióban célba vetted a Tokiói paralimpiai ezek után? Igen, igen már szeretnék rákészülni, tehát így... Már akár a, most? Hát akár <laughs> ma is, tehát akár hiányzik. Akár <laughs> idő után az edzés? Igen, tehát uh -huh. én úgy nevelkedtem, hogy, hogy én edzettem ugye, balesetem előtt is, uh -huh. és nekem a, a mozgás, az edzés az, az napi szinten, én akkor érzem jó magam, hogyha hogyha Hát akkor, egy... be, akkor létsz, és vedd föl a szállakat újra, és akkor, akkor induljon a munka, ami akár egészen 2020-ig a Tokiói Paralimpiáig vihet majd. Szívből gratulálok ez a történelmi ezüstéremhez, ez a nagyszerű szerepléshez. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a